Az olyan küldetések bizonyítékainak köszönhetően, mint a NASA Magellan űrszondája, azt feltételezik, hogy a Vénusz körülbelül 500 millió évvel ezelőtt katasztrofális felszíni változáson mehetett keresztül. Ennek az oka az, hogy a Vénusz ma olyan pokoli hely, amelynek légköre 92-szer sűrűbb, mint a Földé, túlnyomó rész széndioxidból áll, és a hőmérséklet elég meleg az ólom megolvadásához. A vita a mai napig tart arról, hogy milyen volt a Vénusz az esemény előtt, különösen, hogy voltak-e óceánjai vagy sem. Bár sokan úgy vélik, hogy a Vénusz felszínét nagy víztömegek borították, egy nemrégiben készült tanulmány ellentmond ennek az állításnak. Egy francia kutatócsoport a legkorszerűbb éghajlati modell segítségével alternatív forgatókönyvet dolgozott ki arra vonatkozóan, hogy hogyan fejlődött a Vénusz azzá, ami ennek ma ismerjük. Eleinte a felszínt eltakaró sűrű felhőkről azt gondolták, hogy esőfelhők, ami azt a feltételezést táplálta, hogy a Vénusz felszínét óceánok borítják. Az 1960-as évekre ez a felfogás eloszlott, mivel több szovjet és NASA űrszonda is elrepült a bolygó mellett, és ezek megmutatták, milyen forró és pokoli az égitest. A jelenlegi bolygóképződési modellek szerint a Vénusz abból a protoplanetáris korongból alakult ki, amely 4,5 milliárd évvel ezelőtt keringett a nap körül. A többi sziklás bolygóhoz, vagyis a Merkurhoz, a Földhöz és a Marshoz hasonlóan az akréciós folyamat során a Vénuszt magma borította korai történetének nagy részében. Idővel a felszín lassan lehűlt és annyira megszilárdult, hogy csapadék is előfordulhatott. Ez a folyamat eredményezte az óceánok kialakulását a Földön is, és úgy gondolják, hogy nélkülözhetetlen szerepet játszott a földi élet kialakulásában körülbelül 3,7 milliárd évvel ezelőtt. A naprendszer összes sziklás bolygója éghajlatának modellezésekor a tudósok gondosan figyelembe veszik, hogy ez hogyan lép kölcsönhatásba a napsugárzással. Körülbelül 3,7 milliárd évvel ezelőtt a nap 30%-kal halványabb volt, mint most, ami lehetővé tette, hogy a Föld és a Mars légköre annyira lehűljön, hogy óceánok alakuljanak ki a felszínükön. Egy csapat a Vénusz klímáját szimulálta evolúciója legelején, ami az atmoszférák fejlett 3D-s modelljeinek létrehozásából állt, és azt vizsgálták, hogy hogyan fejlődött a Vénusz az idők során, és hogy kialakulhattak-e rajta óceánok. Szimulációk során arra jöttek rá, hogy a felhők főleg a bolygó északi oldalán képződnek. A felhők hiánya a nappali oldalon jelentősen csökkenti a bolygó albedóját, vagyis növeli az elnyelő képességet, a felhőzet jelenléte pedig az éjszakai oldalon jelentősen növeli az üvegházhatást. A két hatás együttesen a korai Vénusz légkörének erős felmelegedését idézte elő, ami megakadályozta az óceánok kialakulását. Az éghajlati modell szerint tehát a Vénusz felhőtakarója hozzájárult a magas felszíni hőmérséklet fenntartásához azáltal, hogy üvegházhatás váltott ki, amely a bolygó sűrű atmoszférájába zárta a hőt. Ez a magas hőmérséklet pedig megakadályozta a csapadékot, így biztosítva azt, hogy a Vénusz felszínén soha ne alakulhassanak ki óceánok. Ezek az eredmények nem csak azt kérdőjelezik meg, hogy a Vénusznak egykor óceánjai voltak, hanem azt is, hogy a Föld testvérbolygója valaha támogathatta-e az életet. Szerencsére több küldetés is fog indulni a Vénuszhoz a következő 10 évben, amelyek majd olyan információkat fognak elárulni, amelyek végleg megfejtik a Vénusz múltjával kapcsolatos rejtélyeket. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!